Sziasztok, idő lesz után! Folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Méghogy az első epizód második részében. Április 11, 12 óra 13 perc délután 4. bíróság tárgyalóterem 2. szám. Mia Fey kontra Winston Fey. És most jól figyeljétek. Most az aranyos éjjét mutatja meg. Akit most láthattok... akit most láthattok a szemtanúi padban, az a Trials and Tribulations legnagyobb ellensége. Én Dahlia Half-Front úgy hívom, hogy gonoszlány. Pontosan ugyanolyan szerepet tölt be, mint Richard Wellington. Tehát az első epizódban szemtanú mindig gonosz. A bíró sok tanúban csalódott. És az ördoggal kételkedni. A szépségét mutatja meg, de voltak éppen gonosz. Ne döljetek be a tekintetének. Az is csak álca. Mert el sem tudja képzelni, hogy a bíró ilyet mert mondani. Most bevasszol. Hát személykedni fog azzal, aki rosszozza. Hogy oda baszni ki a kalapácsával. Köszönöm, hogy jutottadok. Autó nézi magát. Egy hatalmi. Most semmi. Ha folytathatnánk neved és foglalkozás. Dahlia Half-Form. És az Ivy University-n tanul. Örül, hogy itt lehet-e. Vesset az ő. Uram? Új van. Ilyen ezt a dalot még nem láttam, hogy itt azt mondaná, hogy nem ő tette. Csak pár olyan tanú volt, aki... nem a vádlott ellen, de... tanú tett valomást. Igen, egy kemény szemtan, az biztos. Igen, Dahlia Half-Form mi a fél legnagyobb ellensége. Ez kezdjük azzal, hogy mit látott. Finn helyére akart tudni, mikor vége az... volt az órának. Az épület mögött találkoztak, így beszélték. Aztán elesett. Akkor vette észre Fini, hogy ott. Mert... aztán az utolsó nem érdekes. Ez nem ellene van.
Na tessék, most mit kérdezik magamra, hogy ilyet mersz mondani? És ki akarja dejteni az igazságot? Hogy mondja az igazat. Nem engedem, hogy ezt... Ezt is szeretnék egy kérdésket feltenni. Nem változtam. Mi a fej? Találkoztunk korábban. Egyszer. Szimpatizik. Örök, hogy látlak, madám. Mátam. Senki, akkor nem vagy múlmája. Elvégre csak 24 éves lenni. Várjátok egy kicsit. 61 éves, 21 éves, 22, 20, 49, értem. Már én csak valamelyiknél valamelyik információt muszáj meghallni. Hold it! Magától első. Igen? Hogy nem ért hozzá? És Lee nem tenne ilyet. Hát a bíró méges lesz, hogyha rossz okból teszek fel még több kést. Mutassunk elmondást. Higgy, hogy ne zaklassam. Az expedíció. Most mi van? Nem van úgy így rám. Én csak ott vét. Most mondja el, hogy a vádlottnak a tengérre lenyomata ott volna az áldozat bátyjában. Tehát Rád már meglökte az áldozatot. Mi? Nem kell fejteni a vádlottat. Jobb lenne, hogy mondanád az igazat. Jó, itt azért hozzáadni még egy valamást. Hogy nem látta. Nézzük csak meg. Hogy nem látta, de most jött, amit kéne megmutatni. Aj! Több információ kéne! Mert össze vagyunk szavolva. Hold it! Nem látta? Azt látta, hogy első.
Ja, ez van, ez van, azt már kell bizonyítékot mutatni. Nem úgy tűnt, mint a harconok, és nem a, ott van szokatlant. De ez hazugság, úgyhogy... Objection! Semmi szokatlan nem hallottál? Ezért volt olyan nyugodt. Ez fura. A barátod valomása. Amikor meglökte a szántozatot, hallott van nagyon hangosat. Ezt mondta. Hogyha közel voltál hozzá, miért nem hallotta az a zajt? Mit képzelsz? Hogy nem lehet emlékeznie? Objection! De Wright valamása alapján, de nagyon éles hang volt, olyan snap. Az lehetetlen, hogy ne hallottam volna. Tudom, miért nem hallottam. Szóval miért hazugságot talált ki? És fülhallgató volt nála, ezzel próbálja fedezni magát. Vihar. Hogy vihart hallott. Azt hitt ő, hogy vihart hallott. Azt hitt, a vihart hallott. Szóval így akart a blokkolni, mert viharamot hallott. Nincs elmondás. Na hát mit kéne mondani itten? Hogy viharásol. A tanú valomásában azt mondta, hogy cső, virágás. Az a villámlás volt, akiben elektromosság volt. Tudás. Csak hogy mi a gyilkosságos az elektromos rázás. Nem lehetséges, hogy az áldozat villámlása által... Hát most villámlással próbálja fedezni a vádlottat, bizonyát. Hogy bal. Hát azt nem mondhatom, hogy balesetből volt. Hát így a nem bűnösítetet nem lehetett megszerezni. Ugyanis... nem olyan ostoba. Szóval nem villámlás által halt meg. Igen, ő pontosan ez okozta az egyetem. Minden... minden eszköz elvesztette az energiát úgy 3 órakor. Tehát áramszünet volt úgy 3 óra körül. Tehát magas feszültségen dolgozhattak a laboratóriumban.
Szóval áramszünettől volt azért, amiatt a kábel miatt. És az hámol körül lehet. Ez a módszás jelentésben is egyezik. Tehát a halálát a kábelhez van én. Úgyhogy így a... Úgyhogy világosan nem lehet ezt fedezni. Még a legkisebb bump is okozhatja, hogy eltörjön. Igen, szóval a diákok vallomása van itt ebben. Hogy egy régi feszültség kábel eltört. Úgy 2:55-kor. De még egy probléma van. Hát nem értem ezt a fizikás logikát. Úgy mi okozta a kábelt az eltörésben? Hát szerintem ez lenne az. Nem rossz válaszra megyek. Csak gondoljuk vissza a vádlott vallomására. Azt mondta, miután de meglökte az áldozatot, hallott valami hangos, éles hangot. És ez 3 óra követ. Áramszünet az 2:55-kor volt, ami egyezik Bright idő volt. Tehát Bright lökése okozhatta azt a áramszünetet. Nem érthetek egyet a szabaddal. Hát a bizonyítékban ott van, hogy Holland ott, amikor lökés történt, hát ott volt az esernyő. Hogyha az áldozat meg volt lökve úgy messzebbről, akkor még nem lehetett megrázva. Ami azt jelenti, hogy valaki más sokkolt ad. Csak ahogy ahol az esernyő látható, ott volt bizonyára meglökve. Tehát valaki más okozhatta azt a halt. Azt a sokkolást, mert akkor még mozoghatott még egy kicsit, még életben volt akkor, tehát valaki valamiért el akarta hallgattatni. That's why.
különböző. Mi van? Most meg sír. Most meg még egy balmás kép. Jöhet az új balmás. Most mutatjam az igazi. Második rész. Hogy kétszer ütte meg? Bizonyára ez az elektromos karónál. És akkor töltette az a kábel. Aztán elrohant tőle. Aztán elintézhette mögött. És bizonyára azután, de lehetett lesokkolva. Ilyen módon, hogy az igazat, hát egyértelmű. Felnéltét cselszik helyesen, és sose cselkedett helyesen. Jöhet a keresztkéd is. Kell hogy pancstannom. Haj, nem is ezt akartam volna. Na. Látjátok két azzal, hogy le most sokkolva, és egy percig tartott. Ez a hazugság itten. Nem csak hol is van az? Á. Látjátok ezt a karórát? Na ez bizonyítja a hazugságot. Ebből elég tanul. Hogy nem érted? Megérted egy perc múlva. Megnézd ezt a képet. Az a gyógyszer. Amit szeretett. De nem a gyógyszer kell nézni, hanem a karórájára. Ez megállt, amikor le volt. Vagyis 3 óra perc. Mikor volt az áramszünet a laboratóriumban? 2:55-kor. Tehát azt kéne elmagyaráznia. Mi történt a 10 perces intervallumban? Hát ebben az intervallumban történhet, hogy... És az igazi gyilkos ölte még Daskal. Jos kuvasság. A csicsi! Még te sem tagadhatod le az időt a kábel törése és az sok... az elektromos rázás között. Akkor ki volt az? Csak egy valaki tehette. Egy valaki tehette meg Dustfall volt. Amikor elhagyta a büntény helyszínét a kliens, az után. Szóval meg kell válaszolni, ki a tettés.
És bőtető kapogócsa rossz szemétmódú. Tehát legyik óvatos. A tettes, ez a gonosz lány. Te ide! Te voltál! A kábeltörés is az elektromosság között 10 perc volt. Mit csinálta akkor? Ha? Tényleg hallgattad a zenét? Munkaharcolt? Mert ez nem lehet igaz. Miért? Azután, hogy rád elhagyta a műtény helyszínét, és amikor meglőtte, és utána elhagyta a helyszínt. Te küldheted halálba az áldozatot. Ez az igazság. Oda hazunk. Hogy mondanám valamit. Van pofája, még van! Igen. Most nagyon védi a tanút. Annyira szerelmes vele, hogy védi a tanút. Nem akarja, hogy... Nem akarja, megvádoljam Dália Half. Hogy nem tenne semmit, egy fenét, ez hazugság. Még az nagyon vak, az biztos. Nagyon nincs észni, az biztos. Mi az, hogy hagyjon békén? Azt kapja, amit érhet. Grossberg visszajött. Időben jött. A rendőrségi jelentést már megkapta. Úgyhogy most már ezt is hozzá fogják adni. És jól meg kell, el kell olvasni. Hogy hogyan vesztette el a kosiát. Ez az, hogy az ügyvédnő hogy vesztette el a pasiát. Igen, komoly vádat mondtam. Igen, megvádoltam. De nem csak, hogy azt mondom, hogy megölted Dustfallot. Ezt akartad rá kell egy Kingsman. Megoldani. Nevetséges. Most meg kell tudni, hogy miért akarta egyetlen megölni. A rendőrség jelentés meg kell, hogy legyen a válasz. 8 hónappal ezelőtt egy incidens történt a kafetériában. És aztán... Ők ketten balesetben találkoztak. Most még szükségem van Dália Half-Pontól. Mire? Amikor először találkoztak. Phoenix.
Mi közelnek az... A tanár azt mondja, hogy nem volt oka rá, hogy a Mission megvádolja a vád. Van bizonyítékom, hogy volt rá. Most az életét küzd. Szóval 80 percet találkoztak. A bíróság. Már jártak azóta. Megvetik őt. Megvetik Mr. Bright-ot, hogyha ezt még egyszer. Igen, elkapom, az biztos. Ezt nem szól meg. Hold it! Az olvasó szobában? Hát ez egy furcsa hely, hogy találkozz a szellemedben. Szóval a Félix szándéka az is volt, hogy ügyvéd legyen. Rólad beszél. De mit kezdtél? Irodalmi tanuló. Egy olyan irodalmi tanuló, mint ő. Mit keresne egy tárgyalóterem olvasó szobájában? Időpocsékolás! Ennek nincs köze az ügyhöz. Hát kell még tudnom néhány információt tőle. Mit csinált a tárgyalóterem olvasó szobájában? Na, ez már hazugság. Na, hogy miért kéne ezt mutatnom? Figyeljetek! A helyszín a kafetériában történt augusztus 27-én 4 órakor. Az áldozat Diego Armando volt. Az áldozat, vagy a foglalkozása ügyvéd, gyanúsított Dahlia Halpern volt. Még Armando, még ez is áldozata volt. A kávéjában volt megtalálva. De Dahliánál nem volt meg az a bizonyíték, ami szükséges volt, hogy lebuktassák. Nem kutató papír miatt voltál. Egy fontos indok miatt nem voltál? Mi ez a mosoly az arcodon? 80 nappal ezelőtt ezen a tárgyalóteremben egy tragédia történt. Egy incidens, amelyben egy ügyvéd meg volt mérgezve. És benne van, hogy ki van a tettes. És az a tettes...
Szóval ő volt az a gyanúsított azon a 8 hónapos büntényen. Hihetetlen, de igaz. Mi az, hogy nem fel? Ő beszél. Fogd be a szádat már! Hát az beismeri, hogy... Ugye a rendőrségek volt dolga vele. Hogy hűség alatt van, hogy nem ő követte el. Az az incidens. Tehát még mi hatodik. Szóval a két ügyet, vagy a két büntényt most sikerült egyesíteni. Ezt az időt be keményíteni. Találkozott olyan ügyvéddel, aki meg volt mérgezve a kafetériában. Aztán távozott, és azután történt. Hát nem tudom, milyen féle mérgez. Még a kávékhoz létik igazán. Hát ez egy különleges méreg volt. Még azt sem tudja, honnan szerzem mérget. Na, ez már tényleg hazugság, úgyhogy nem kell, hogy parancsot adnom. Semmi köze hozzá. Trükközni. Még több trükközni. Itt az idő megmutatni a keresztényt. Kérdés a válasz ő. Attention! Nem hiszek. Hát volt esélyed arra, hogy beszélsz Dominikát. A barátokból. De a Dark Swallow-tól. Korábban még az áldozattal járt, még 8 hónappal ezelőtt találkozott volna Phoenix Wright-tal. És Mr. Saw gyógyszerész volt az Ivy University. Ivy. A laboratórium tele volt kémiai anyagokkal, amiben még méreg is volt. És ilyen... A tettes... Tehát szüksége volt valakire, akitől beszerezhetett néhány különleges mérget. Tehát... Tehát bizonyára az áldozat kávéjában az lehetett benne az a különleges méreg. Tehát az egyetlen, aki elkövethette, az te volt. Egy konténer is szüksége volt.
fejjel lefelé. Nem találtok semmilyen gyanús konténert sehol. A jelentésben nem volt benne, hogy megtalálták volna, ez is igaz. Akkor eltüntethette valahogyan. De hogyha eltüntette, akkor arra is bizonyíték kell. Túlságosan jó volt a bizonyítékokhoz. Ez is benne van a bizonyítékban. Hol lehet ez a konténer? Itt! Fézed! Tehát már odaadta másnak azt a fajta mérget, hogy bebizonyosodjon, hogy semmi köze nem volt. Valakinek, akinél nem találják még. És ki lenne az? Hátabb. Szóval a tanulnak a bűntársa volt. Ne. Szóval azt a méget adta neki ajándékba. Igen, az nyolcánc. Ott. Azon a napon, amikor a tanú és a vádlott találkoztak 8 hónappal ezelőtt, augusztus 27-én, azon a mérgezési incidensen, akkor adta azt az ajándékot, hogy elrejtse a bizonyítékot. Szóval ezért nem találták meg, mert elrejtette ide. Tehát ott van egy még... ott van egy halálos méreg. Hát abban az üvegben már nem lehet méreg. Viszont hogyha a laboratórium analizálná, azt talán nyomot találnának benne. Most teljesen megőrült. Ezt tiltakozni akar. Nem uralkodik magán, az már biztos. Miért véded őt? Miért? Mert ő te szerelmes belé. Teljesen fok. Már igen nem hallott itt. Gondoltál arra, hogy miért adta oda azt a... vagy hogy miért akart veled egyáltalán randizni? Azért már őtet szemes volt belé, de ez egyáltalán nem igaz. Nyisd már ki a szemed, ne így már ennyien vak. Az egyetlen oka, amiért Dália randizni akart veled, az a nyaklánc. Valában nem volt belé szerelmes. Szóval csak a nyakláncod miatt volt veled. A vállalkozó szobában azt mondtad. Mindig a... azt mondta, hogy ahányszor látta őt, azt mondja, hogy adja vissza. Ez furcsa volt.
Tehát ez egy bizonyíték volt, méghozzá támogatottan bizonyíték a bűnéről. És ezért akarta visszaszerezni. De egyáltalán nem hiszi el. De sose adta vissza neki. Mindenki meg akarta mutatni. És ezért nem hisz neki. És teljesen megbolondult. Elmenekült. A vádlott elmenekült. Annyira meg... Hát... Elfelejti, hogy vádlott, de így nem szabad elmenekülni. Igen, teljesen megőrült a szerelem miatt. Nem soká visszajön. Nyaklánc eltűnt. Borzasztó. Rád bizony magával vitte. Nagyon megbolondult, az biztos. És már nehezebb dolgom lesz. Hát ez a visegedés nézhetetlen volt. Megfelekezett róla, hogy még mindig vádlott. És bocsánat, itt nem sikerült. Minden esetre mit csinált az anyaklánc? Hallottátok ezt? Most már nehezebb dolgom lett, mert megette. Mi? Túl nagy volt, hogy lenyelje, ezért megrágcsálta. Egyébként. Hát ez nagyon durva volt, hát ilyen geciséget. Meg kéne állítani azt a pert. Hát most retteg attól, hogy megvan mérgezve. Lehet, hogy van benne, de néhány méreg. De nem kellett tartani. Mert már bebizonyosodott. Hogy még, hogy a vádlott még mindig életben van. Tehát amit lenyelt abban a mérgezésnek már nincs hatás. Csak hogy hiába próbálom ezt visszamondani, mert annak az abban az üvegben bizonyára már a méregnek bizonyára lejárhatott a szavatossága. Tehát is, hogyha lejár szavatossága, a végezés már nem igazán, de az a méreg már nem igazán hatásos. De sajnos ezzel hiába próbálkozom. Hát nemes dolog bízni a kliensek. Ez a dolga egy védőügyvédnek. Túlságos az életét is bízik. Na, vagy az, tehát nem fogadhatja. A bizonyíték minden.
annyi minden bizonyítottam. Még megint, de azt nem hasonlatom, hogy elmeneküljön. Még nincs vége. Kiment a fejből valami. Tudom, hogy hittél bennem. És se lehagytam. Mit akarsz mondani? Valamit elfelejtettem mondani. Amikor találkozhatsz valóban. Amit először hallottunk erről, az csak töredék volt. Valaki lopott, ellopott egy mérgét a laboratóriumból. Mérget? Ugyanaz történt, ami 8 nap ezelőtt. Valamiféle drogot valaki ellopott. És Dahlia Halfon is ott volt abban a laboratóriumban. És biztos abban, hogy ő attól van. Biztos ez dühítette fel, hogy Jobbajnak nevezte. Kérdez meg. Nevetséges. Még valami. Amikor meglökte, aggódni kezdett és megtért. A csaj ott volt. Azt mondta, hogy ne veszéljen el senki. Vagy fel. Mondja meg neki, hogy Dolly nem tette. Így, hogy ártatlan, de nem igaz. Nem hagyhatom, hogy elmeküljön a gonosznál. Tehát Dahlia ellopta azt a mérget 8 hónappal ezelőtt. Úgyhogy hozzáadom Wright vallomását, akkor egy-egy kimetelet. Tehát még idén is bizonyára lophatott egy mérgét, amikor megölte Dustfall-ot. A lopás az egyetlen oka az volt, hogy megöljön valakit. A kérdés a következő. Most óvatosnak kell lenni. És kit akar megölni Dahlia? Hát a vádlottat. Tényleg! Nézd! Nevetséges! Hiszen Dustfall volt megölve. Ez így igaz. De Mr. Swab elektromos rázás miatt halt meg, nem mérgezés miatt. De Phoenix váltott volt, akiben meg akartam mérgezni. Hogy szemesek volt. Hát ez nagyon sok olyan bizonyára. Az életem, amit Half-Font érdekelte, az a bizonyíték a 8 hónappal ezelőtti incidensről. Az a nyaklánc. Ő csak az érdekelte.
ismét akartam volna az ér nekünk. Ugyanaz volt történik, mint kapitéria. Meg akarta semmisíti azt az üveget, amiben volt a méreg. Tehát az volt az a bizonyíték, ami elveszett. Egy nagy probléma. Mr. White nem akarta visszaadni. Kincsnek vélte. És mindenkinek megmutatta. És ezért akarta megölni. Hogy visszaszerezhesse azt a bizonyítékot és megsemmisítse. Egy víz. Te messzét így beszélni, te gosszlány! Már kezd gondolni Phoenix Wright-ból. Szóval bűnözőnek tartta a szakát is mondom. Bűnöző vagy, igen? Majd meglátjuk. De hol a bizonyíték? Hiszen megette azt az üveget. Mint ezt neked. De bizonyíték nélkül ő tömeggyilkosnak nevez. Bizonyíték... Áj, hagyjuk ezt! Tudjuk, hogy miről van szó. Nem ítéltem el bizonyíték nélkül, az biztos. Most le akarom elküldni. Még nincs vége. Nem hagyhatom ilyen. Ha bizonyíték nélkül tartom őt, a végső árat fizetem meg. És mi lenne az? Elvesztem a jelvényt, örökre. Szóval óvatosan kell gondolnom, hogy milyen bizonyítékot mutatok. Van még itt nálam egy. A bűnét be tudok bizonyítani egyszer és mindenkorra? Ha ezt be... azt elszúrom, beszoktam. Ha hagyom, hogy emelküljön, akkor... akkor elvesztem a jelvényt, tehát itt az idő bizonyítékodik. Lehetetlen. Csak jól rá kell nézni. Te vagy a buta, te gonosz. Csak egy bizonyítékot enged. Ha nem tudod bizonyítani a bűnét, akkor már meghozza ítéletet Phoenix Wright ellen. De persze ez nem jelenti azt, hogy egy életem van. Hát az volt a terve, megmérkezze Phoenix Wright-ot. Ha ez a helyzet, akkor bizonyan benne lehet az a méreg. Na, amint láthatjátok, három. Tehát ami azt
ami így azt jelenti, hogy csak 4 életem van. Tehát azt, ami... Azt kell megtudni, hogy melyik viszonytékban van a méreg. A méreg... És ez elég egyszerű. Habár nincs ez beleírva, hogy ez méreg lenne. De csak ebben lehet. Tej! Hoppá. Tejdet! Ez a kockja X-ben van. Az a Last csillapítója. A Last csillapítóban kell, hogy legyen a méreg. Megfázás. Még hogyha lenne megfázásom is, nem is használnám ezt a csillapítót. Mert meg van mérgezve. Emlékezzünk vissza, amit a vádlott mondott. Elvesztette azt a üveget, míg evékkor balesetben. Mindig Dollyval evett. Szóval Dahlia vehette el azt a Kokia X. Aztán megmérgezte, mert tudta előre, hogy Raimon bevesz fára. De az áldozat kezében volt az a gyógyszer. Hát még egyszer felkelti a kérdés, hogy hol rejtette a bizonyítékot Harper? 80 perc előtt itt volt elrejtve a méreg. És valaki másnak adta oda, hogy elrejtse. Akivel véletlenül találkoztak. Ugyanazt tette most is. Utána, amikor Felix Wright meglökte az áldozatot, elhagyta a bűntény helyszínét. De akkor még életben volt. És ekkor jött a gyilkos Dahlia Harper. Tehát az ő kezében lehetett ez a Last csillapító. Tehát azzal akarta megmérgezni Mr. Wright-ot. Látta a bűntény helyszínét. Szóval ő vághatta ki azt az elektronos kábelt. Szóval ő sokkolta le. Az elvágta a kábelt, és hozzáintette az áldozathoz, mert mivel tudomást szerzett Dahlia bűnéről, csak úgy úszhatta meg a dolgot, hogyha elhallgattatja a őrökre. Sajnálatos módon csak egy probléma adott. Mr. Wright visszatért, hogy megnézze az áldozatot. Meg ott volt az áramszünet is akkor. Biztosan pánikot keltett. Biztos azt keltette fel a tanulók érdeklődését. Úgy gondolta, hogy mi van, ha várjunk csak. Mi van, ha nyomoznak utána, ahogy tették 8 hónappal ezelőtt?
hogy ostoba vagyok. Te vagy a hazug! Tiltakozom! Kérdés ki a legbátrabb. Szóval a következő módon lehet ezt bizonyítani, hogy ebben méreg van. Nem kell más tenni, hogy csak le kell tesztelni, hogy van ebben a lázcsillapító ízben méreg. Azzal, hogyha beveszi. Hogyha beveszi és megmérgeződik, az elég bizonyíték az igazáról. Tehát szóval ezért kellett a kókire X-et bemutatni. Mr. Van megette azt a nyakláncot, amit te adtál ki. Most te jössz, hogy bizonyítsd az igazadat. Mit mondasz? Hogyha ilyen hazug vagy, akkor nem kell. Követelem, hogy vegyél be néhány gyógyszert ebből a lázcsillapítóból. Lássuk, mi lesz ebből. Most megmutatja a démoni énjét. Na ilyen a démonje. De ez egy gyenge breakdown-nak számít. Miért? Menjem a győzel. Ez még nem olyan kemény breakdown, vagyis ami azt jelenti, hogy békjön. Mindjárt. Nagyon hosszú. Na, pontosan ezért, mert azt mondja, hogy majd találkoznak egyszer. Abban biztos. Szóval, ha a tetesnél gyenge breakdown jelenik meg, az azt jelenti, hogy vissza fog vágni. Majd találkozunk később. Na most ez hasonló dolgok kell csak már tenni, mint a Justice for All-ban. Tehát Justice for All-ban hogyan kell ezt csinálnom? Csak meg kell kérnem magát, hogy hívja fel Phoenix Wright számát. Itt meg követelnem kellett a tanútól, hogy vegyen be egy gyógyszert, hogy kirejtsük, mérgezette vagy nem. Ja, és az észletőnében pedig meg kell mutatni az útlevelet, mert az idő eltolódás miatt. Tehát ilyen egyszerű volt az egész. Csak hogy ő még nem hagyja magát. Nem akarja elfogadni, hogy ő vesztett. Csak hogy a tanú elfogadta a versét. Ő sose hisz az ügyvéd szavában. Akkor hadd kérdezzek valamit. De mivel nem hagyja magát, ezért követeli, hogy próbálja ki ezt a lázcsillapítót. Viszont te mondtad, hogy az életed árán is bízná a tanúban. Ez ugye tényleg vak. És ostoba is. Ha olyan be, annyira tud bízni benne. Akkor biztos, hogy nem lett volna benne méreg, ugye? Most megkapod a magadét. Most lássuk egy ügyészes breakdown-t. Gyerünk, újoncikos. Mutasd meg egy... Újoncnak, hogy kell ezt csinálni. Hogy mennyire bízol abban a csajban.
Figyeljétek! Még az érted is fel akarod tenni el? That's my Beatstone paper breakdown. Ecco, passo da te testa. Most már közdé, hogy már letartóztatta Dalia Master. Tragikus, de nem meglepő. Tudta, hogy gyanús, de ez nem is igaz. És vetétek egymást, Tödája a fónak? Akár is vetik egymást, akár nem, ennek semmi köze ez az ügyhez. Léván! Inkább az a léván, ami megkobaszotta. Nem tudom, mi szerint, még elvesztette a szellemét a hajával együtt. Akkor itt az idő ételt hozni. Phoenix Wright. Bűnös. Tárgyalás belekezdve. Április 11, 3 óra 16 perc délután. 4. bíróság. Vállott erőcsarnok. 3-as szám. Hát te. Remek voltam. Kösz mindent, Grossberg. Gratulál. Kösz. Jaj, akit látott a szentelők padjában. Nem hiszem, hogy ő ilyen volt. Jaj, nem mondd el ilyen gazd. Talán hamis volt, vagy ilyesmi. El kell felejtened őt a saját érdekedben. Ilyen gonoszlánynak a pokolban állják. Ezt fel kell nőtt. Én vagyok a legfelnőtt. Na, így kezdődött, hogy ő tényleg ügyvéd akar lenni, még ilyen másokat. Tehát mi a helyébe akar lenni? Tehát így kezdődött az, hogy Phoenix Wright-ból ügyvéd lett. Ja, és még valami. Itt a sorrendek nem egyeznek, főleg a Justice For-nál a második epizód az első, nem az első epizód. Ez azért van, mert itt nehézségi szintek alapján de csinálják az egészet. A könnyűtől a nehezebbig. Mindig a nehezebb, mindig az utolsó rész a legnehezebb. Ezért tervezték így. Tehát az időrendi sorrend itt össze-vissza sorrendben van. Az egész szériában.
illetve mindegyik szériában. Tehát Trials and Tribulations első epizódja, után jönne az Ace Attorney, aztán Justice Forum, és aztán második, harmadik epizódtól jön a Trials and Tribulations. Viszont ami még a Trials and Tribulations első epizódja előtt van, az a negyedik epizód. Akkor van Mia Pei és Marcel Jacob első pere. És az utolsó rész a Trials and Tribulations 5. epizódja, tehát ilyen az időintervallum. Ügyvéd az olyan valaki, aki tud segíteni embereken, de akik bajban vannak, úgy... Még új ebben a napokban. Azt gondolja, hogy igen. Biztos, hogy ügyvéd lesz. Tehát találkozunk később, talán még bíróságon is. Tehát így történt az a Turn About Memories. Most a jelenben vagyunk, amikor Phoenix Wright beszél. Azóta 5 év telt el, miután felvetették a... és ügyvédé vált, ahogy tervezte, hogy megmentse a... De mi a jobb helyen van, de... Tehát aki nem emlékezne rá, az Ace Attorney második epizódjában miatt megölte Red White. Az a per neki nagyon nagy fájdalmat okozott. De az agyam, de a lelkében mi mindig hallja őt. Phoenix, bármi történik is, higgyél a kliensben. Csak volt egy kivétel, amikor nem lehet van szabad bízni. És Matt Engel volt az egyetlen, akiben nem lehetett megbízni, mert ő tényleg bűnös volt. De több esetekben pedig a legnagyobb fegyverem az a hit. Vége. Save. Mennyi és szép van itt összesen? 10. Oké. Most nézzük meg az előzetes második epizódból. Még mielőtt befejeznénk. Megnyitok egy széfet. Ez itt Gumshoe detektív, az anyiból jól látom. Szép kétva. Ez itt a Master Max. Valamit ellopott.
Szóval, ez lenne majd a második epizód később. Ha tetszett, iratkozzatok be a csatornámra, nyomjatok egy lájkot, és majd hamarosan folytatom a második epizóddal. Tehát a második epizód 5 részből fog állni. Tehát két nyomozás 2 perc, de úgy, hogy első nyomozás 1 perc, második nyomozás 2 perc, első rész, második perc, második rész. Tehát ez egy lopási perről fog majd szólni. Hát én nem tudom, hogy kiszállni. Ja, jöttű. Már emlékszem. Szóval már megcsináltam ezt. Úgyhogy legközelebb a második epizódot fogunk folytatni. Aki tudni akarná, neve Godo. Ő lesz az új ügyész a Trials and Tribulations. Tehát az AC törvényben Mass Azure fel kellett küzdenem többnyire, Justice Warban Francis Kamukamával, most pedig Godo lesz a riválisom. Mára búcsúzom, sziasztok, legközelebb is.